2005 óta ünnepeljük meg minden év szeptember 30-án a Magyar Népmese napját. Ezen a napon született ugyanis Benedek Elek, a nagy mesemondó. Most már tradicionálisan minden évben megrendezzük a Tolnai Kulturális Központban a Népmese napját. A gyerekek számára kedveskedünk ilyenkor programokkal. Hát a magyar népmese hagyományra, a magyar népművészetre próbáljuk felhívni a figyelmet. Az első program az délelőtt 10 órakor volt egy színházi előadás. Egy népmese darabot láthattak a gyerekek, a Magyar Népmese Színház adta elő a Több sincs Királyfi című darabot, és utána most, ahogy itt látható, a gyerekek most már szabad programba vesznek részt. Egy népi játszó van, ami több állomásból áll, több meseállomásból, illetve van népi parasztudvar. Tolnán is minden évben programokkal készülnek a helyi kulturális központ munkatársai a jeles napra. Idén igazi gyereksereg lepte el a Makász körülötti területet. Bent voltunk a színházba, és néztünk ilyen színházos felreplőst. Igen, és ilyen meg bent voltunk a múzeumban, most kijöttünk, könyveket olvastunk. Mit láttatok a múzeumban? Hát kézműveskedtek, meg rajzoltak. Sok ilyen agyagból dolgok. Milyen dolgok voltak agyagból? Hát pohárt, pisztoly. Meg láttunk itt a múzeumban, ott fönt játékokat. Játékból viszont nem csak az épületekben volt bőven. A szervezők ugyanis igazi meseországgá varázsolták át a Lovarda és a Makász közötti szabadtéri területet. Ez végül is egy mesevárnak felel meg. 5 állomáson kell keresztül menniük a gyerekeknek, és különféle akadályokat kell áthidalniuk, különféle akadályokon kell átmenni, mint egy igazi népmesei hősnek. Kérdéseket és tesznek nekik fel, és ügyességi versenybe kell részt venni. Melyik királyunk volt az igazságos? A magyar. De milyen, hogy hitták, milyen keresztnál volt? Mátyás király. Királynak. Következő kérdés. Így rakod bele, jó? Mert itt tudsz fogni. Itt fogod. De nem csak játszhattak a gyerekek ezen a napon. Néhány méterrel a mesevártól ugyanis népi kézműves foglalkozással is készültek nekik a szervezők, a program pedig igen népszerűnek bizonyult. Ez ilyen sík. Hogy készül? Hát van a fadarab, azt le kell csiszolni itt a két végét. Van ilyen papír, ezt rá kell kötni a végére, és itt meg kell fújni. Hogy szól, megmutatod nekünk? A Magyar Népmese napján természetesen a Makházban található, a régi mesebeli korokat idéző malomnak is fontos szerep jutott. Ez egy pusztatható malom. Tehát úgy működik, mint egy majom. Fogaskerekek hajtják meg a vízikeréken keresztül, jó? Na most ti fogjátok eljátszani a víznek a szerepét, jó? Oda lehet menni a nagy hajtókerékhez. A gyerekek másik részével a Makházban játsszuk és megnézzük a népművészeti kiállításokat, ami a régi magyar hagyományokat eleveníti fel, illetve van egy népi kézművesünk is. Darál! Darál! A Tolnai Mesenap egyre népszerűbb a gyerekek körében. Az idei programokra például már a város határain kívülről is érkeztek óvodás és iskolás csoportok. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy nem csak Tolnáról érkeztek, hanem a Tolna járásból is több helyről ide látogattak hozzánk az óvodások és az iskolások. Mösdről érkeztek hozzánk nagyon sokan, szinte az egész iskolából eljöttek a gyerekek, Vadról is érkeztek, és Fácánkertből is. A szervezők pedig arra is gondoltak, hogy a gyerekek pótolják a játék végén a kieső energiájukat, ezért minden résztvevőnek süteménnyel kedveskedtek.